Na, jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit hatalmas szeretettel. Én Magfei vagyok, ez pedig egy monitor unboxing lesz. Nézd meg, mit mondta! Ez egy új monitor, úgyhogy most ezt vettem. A régit azt eladtam, mert úgy döntöttem, hogy lecserélem a nagy 21.9-est egy kicsit kisebbre, de 16.9-esre. És azért döntöttem így, gyerekek, mert úgy voltam vele, tudjátok, ezzel a 21.9-essel, hogy szép meg minden, nagyon jó, nagyon széles, óriási, jó, hát ez se kicsi, mert 32 szó, szép meg éles képe van, nagyon fasza, de én úgy voltam vele, tudod, hogy azért szerintem az a 21.9-es gaming, az még nem érett meg szerintem teljes mértékben a mai játékokra, tehát ez a 21 gaming. Én úgy voltam vele, hogy meddig használtam, egy másfél, vagy majdnem 2 évig, hát, hogyha nagyon túlozni akarok, akkor közel 2 évig használtam. És nagyon szerettem amúgy, nagyon tetszett, nagyon jó volt, de most úgy döntöttem, hogy váltunk, úgyhogy most lecseréltem, és vettem egy valami új ilyen LG-t. Hát kérlek szépen, ez egy LG 32MP58, ez egy 32 szoros IPS panelű monitor, 80 centis képátlóval, 16.9-es képarányjal és Full HD felbontással. Hát ez csak Full HD tud, tehát semmi 2K, 4K vagy tököm tudja mi, de kérlek szépen, én ezt nagyon ajánlom annak azoknak az embereknek, akik egy ilyen nagyra vágyók, tehát azt mondod, hogy szeretnél egy jó nagy kijelzőt, nincs pénzed mondjuk egy 34 colosta, de egy 32-ese bőven el lavírozná, akkor ez az árkategória, ez neked lett kitalálva, mert ez a monitor vadonatújon a 3 év garanciával, jelen pillanat most 66 ezer forint az Extreme Digitálba. Hát nekem egy 10-essel olcsóbb volt, de az most lényegtelen. Na, szóval, akkor bontsuk ki, mert gondolom ti is arra vártok. Hát itt a szokásos Kalasnyikov tőrömmel fogom kibontani, amire egy kis hungarocell, kis már, tehát látjátok, a kések nálam nem véresek, hanem hungarocell maradványok vannak rajta. Na, de mindegy, akkor lényeg a lényeg, hogy kezdjük el, srácok, és bontsuk ki, megnézzük, hogy mi van benne, vagyis hát reméljük, hogy az van benne, amit ugye szeretnénk is. Na. Majd erről bővebben elmondom egyébként a véleményemet, mert nyilván ezt még nem fogjuk. Na, nézd meg, hogy pont most hív, hát nem igaz, mindjárt lepauzolom a videót, várja. Akkor folytatnám, mert nézd meg, dobálom ezt a fost is. Már nyilván most hív egyébként, amikor chunboxingolok, na mindegy. Na Isten, hogy nyílik ez a fos? Ja, aha, ott még fogja valami. Így van. Na, nézzük a másikat. Na mindegy, gyerekek, szóval így lényeg a lényeg, hogy nagyon jó, nagyon szép volt a 21.9. Nagyon tetszett, gémelésre is fasza volt, csak tudjátok, az a problémám nekem, hogy én ezzel játszogatok így régebbi játékokkal is, tehát nem csak újakkal, és a régebbi játékok nem igazán támogatják ezeket a 21.9-es, meg ilyen felbontásokat, úgyhogy nagyon sokat szoktam régen a játékokkal, hogy normális fovot, meg felbontást beállítsak nekik, tehát ezért volt velük izé, volt, úgyhogy nem akarom megsérteni az izét. Tehát ezért volt velük izé, szopás, és hát most úgy döntöttem, hogy van egy ilyen monitor, bazd meg, létezik ilyen, és ez egy új évi monitor, tehát ez egy idei fejlesztése, nyilván nem idei, csak most került a boltokba az LG-nek, ez egy teljesen új fejlesztése, mert ez egy 2016-os modell.
Hát ott is van az ilyen összeszerelési útmutató, meg tudom én mi van ott, ami használati utasítás, meg a tápkábel, adatkábel, nagyon jó, mindjárt. Ezt meg is nézzük, hogy akkor mit is kapsz hozzá a dobozba. Nézd. Na, a dobozba kapsz kérlek szépen egy tápkábelt. Ez nyilván a monitornak egy tápkábel. Kapsz hozzá egy VGA kábel. Are you serious, LG? Egy kurva VGA kábelt adnak hozzá egy 2016-os monitorhoz. Are you serious? Hát mindjárt leszopom magam. Na mindegy. Ez micsoda? Ez valami kis alkatrész, fogalmam sincs. Mi van még itt? Hogy ugye van egy kézi könyved, nyilván egy ilyen kis fos, hát egy normál használati utasítás. Azt mondja, ez egy ilyen összeszerelési útmutató. Mi van itt? És ott is ott a VGA. Hát megőrülök, az LG 2016-ban VGA kábelt ad a monitorjaihoz. Hát nem mondott komolyan. Ja, meg van egy telepítő CD, ami így bele van baszva. De nyilván ez benne volt a kis könyvben, csak kicsúszott belőle. És van itt még valami. Ez mi? Ez mi az? Ez valószínűleg valami tartó lehet. A tartnak lehet valami tartó. Ja, ezt így ide félreteszem. És ez pedig maga a talp, ami, amint látjátok, egy ilyen, hát egy ilyen alumínium fém. Hogy hívják? És itt miért van az, hogy 27 MP58? Értem. Tehát itt, itt meg egy 27 MP58 van, nem egy 32 MP58. No mindegy. Ez egy talp. Hát ez egy ilyen fém talp, műanyag borítással. Ez az LG-nek a kis talpa. És akkor ezt, ahogy kivesszük, itt is van. Fú, de nagy bazd meg. Hát ez nem kicsi. Tehát jó, ez két szólal kisebb, mint a 34, de hát figyelj, ez magasabb is. Tehát ugye 34-es, az nagyon széles volt, és alacsony volt. Tehát akkora, mint egy 27-es. Na ez viszont akkora, mint egy, hát nagyobb, mint egy 28-as, és nyilván magasabb is, mint egy 27-es, csak nincs olyan széles. Hát ugye ez 16-9, csak óriási, az meg 21-9 volt, az meg geci széles volt. Úgyhogy nézzük. Hát gyerekek, ez még, nézd meg, minden fólia, öcsém, izé, hozé, itt már rögtön megnézed a bemeneteket. Hát nem sok minden lehetőséged van, kérlek szépen, mert az LG az nem túl osz, el nem rakott rá sok mindent. Hát van rajta egy jack beneted, egy VGA, egy HDMI, meg az adapternek egy bemenet oszt. Jó cakát. Igazából nem túlozta el az LG. Ennek a monitornak egyébként két fajtája van. Van a 32 MP58, amit most itt láthatok, meg van egy... Hapcizni. Fogok el! Ez amúgy egy ilyen hapci és köhögés volt egybe, csak már belepofáztam és elbasztam. Na, ez egy 32 MP58 HQP. Na. És ennek már van egy másik fajta verzió is, ami egy 32, tán UM58P, vagy mi a jó Isten neve. És azon már van DisplayPort, még egy HDMI, meg van rajta USB 3.0, meg a tököm tudja mi. Teljesen mindegy, nekem egy HDMI port kell. Ha az van rajta, akkor már örülünk, és pedig van rajta. Úgyhogy az semmi probléma. Na, én le fogom ide tenni most a kamerát, kameráskit, és... Várja, hova a faszba rakjam le? Várja, mondjuk ide leteszem. Így ide leteszem. Az igen, az itt egy ilyen anyádba. Állj meg, te fasz. Úgy. Ez egy ilyen kis retro rádió, amit ott láttam a tévé tetején, mert az ilyen sztár. Jó, tudod mit? Nem ide fogom letenni, hanem ide le a földre, hogy láthassátok, hogy mit csomagolok ki, meg miből. Mert azért... Úgy jobb. Na igen, hát itt én most mezitláb vagyok, itthon vagyok, ember, hát most, na. Úgyhogy most ezt láthatjátok, hogy mi a helyzet. Húha. Igen. Na várjál, szedem kifelé.
az mi az ott? Hopp, van egy kis envelop. Nézed? Hát most nem fogom oda vinni a kamerát, de van ott egy kis envelop bent a monitor mellett. Ezt mindjárt megnézzük. Mindjárt megfordítom a show. Jézus ereje! Hát ez megint nem kicsi ez a monitor. Ez magfasz. Magfasz megint belenyúlt az LG-be. Na várjál, ezt felfordítom így, és akkor meg tudod nézni. Ja igen, hát most itt lelövöm a magamat majdnem. Na itt a panel, 32-szor gyerekek, óriási panel, és ott a magfasz, ott a baloldalt. Ott volt, de direkt nem nézek bele, mert tükröződik. Sajnos igen, én is ezt néztem róla unboxingokat, meg ilyenek, és öcsém, bazd meg, hát ez nem egy mat kijelzős monitor, hanem ez visszatükröződik. Hát öcsém, ez visszatükröződik. Na mondom, fasza. De mindegy, nem baj, mert nekem amúgy elég sötét van amúgy a szobám, bacsak. Most is sikerült egy kis fényt varázsolni, meg a lámpa is fel van kapcsolva. Úgyhogy ennyi. Hát amit így hirtelen megláttuk a monitor, az nyilván látjátok, hogy hatalmas, tehát tényleg 32-szor, öcsém, ez hatalmas. Itt jobb oldalt vannak ugye a szériaszám, akkor van ilyen smart energy saving, amire semmi szükségünk nincs. Reader, faszom, screen split, ugye, mint a 34-szorosnál is, hogy több ablakot tudtál megnyitni. Mi a böcsöm van ott még? Várjál. Nem látom, öcsém, hogy mi a fasz van odaírva. Black stabilizer, on-screen control, wide viewing angle, tehát, hogy nagy látásszög, sleek cut design, ami ugye azt jelenti, hogy pörgetheted, forgathatod a monitort jobbra-balra. És ugye a jól megszokott, jól bevált csöcs van az aljára a monitornak, ugye egy kis joystick, mint a nagyon régi Sony Ericsson telefonoknál, egy kis joystick van rajta, amit jobbra-balra föl-le nyomogathatsz, és az a menüben is azzal tudsz járkálni jobbra-balra. Na most, én kiveszem a talpát, összerakom, összeszerelem, és akkor kezdődjék a szerelem. Ezt most jól megmondtam egyébként. Na mindegy, úgyhogy most lepauzolom a videót, és megnézzük. Na, összeraktam gyerekek a monitort, beleraktam a talpába, így néz ki. Úgyhogy annyi volt, kérlek szépen, hogy hátul volt egy csavar, amivel összefogadtam a talpat ezzel a fogató cuccal, ezzel a tartójával, majd egyszerűen így belecsúsztattam az egész monitort a talpába, és belekattan. Tehát gondolom ez ilyen kis kattanós cucc volt, tehát nem kellett itt csavarozni semmit, csak az alján volt egy csavar, amit bele kellett fogatni a izébe, a talpába, és utána belecsúsztattam az egész panelt, és így belement. És öcsém, itt van, úgyhogy gyönyörű, szép, csak hát ugye egy kicsit kár, hogy nem matt a kijelző. Tudod dönteni, de ezt majd megmutatom, csak kerüljön fel az asztalra. És nézd meg, öcsém, néztem ezt a kis levelet. Kaptam egy kis levelet mellé. Mondom, ez mi a pöcs. Ez egyik a garancia, ami hát ilyen szervíz, meg tököm tudja mi van, jótállás, hiegy, stb. És öcsém, kapok egy kis levelet. Nézd meg. Izi. Dö-dö-dö, kedves izé, remélem, hogy örömedet fogod lenni, a monitorba számlát és jautási jegyet megtalálod a dobozba, probléma esetén számla fejlécéből szereplő vállalkozástól kérdez segítséget. Ha probléma lenne vele, garancia ügyint szívesen segíteni, ír nyugodtan, minden jót, üdv András. Hát nézd meg, milyen rendes ember, öcsém, de rendes ember, hát nézd meg, ilyen rendes embereket kívánok mindenkinek. Úgyhogy itt van gyerekek, ennyi volt eredetileg, úgyhogy ennyi gyerekek. Mindjárt felrakjuk az asztalra, és akkor megnézzük, jó? Csak akkor lepauzolom megint a felvételt. Fel is pakoltam gyerekek, fent van az asztalon, így néz ki, 32 szól, nem olyan szép, mit akartam mondani?
Egy kicsit a 34-esebb, a 34-esem az szélesebb volt, ahogy most így nézem. Tehát a 34-esem az kijött körülbelül így idáig, mutatom, így odáig, így két centi, meg még oda 2 centi maximum, de ennél nem volt szélesebb a 34-esem se, viszont ez meg magas. Tehát a 34-esem az körülbelül idáig ért, sac per kb, tehát innentől idáig, akkora volt, mint egy 27-es Dell. Mint ez. Mondjuk ez nem 27-es, de ez 22-es. És ez meg magasabb pár centivel. Tehát ez valamivel magasabb. Úgyhogy akkor rákötöttem. Figyelj, megtaláltam, hogy ez a kis pöcök mire jó. Ez itt hátul, ez a kis pöcök, ami volt benne egy izébe, ez egy kábel elvezető kis izé, ezt ide tudod így fogatni. Ez így kijön, amúgy csak ide fogatod, és akkor a kábelt elviszi. Úgyhogy én most rákötöttem egy HDMI-vel, meg ugye bekötöttem az adaptert, és nagyon vékony a monitor, tehát figyeld meg, hogy milyen vékony. Ennyi. Ennyi, öcsém, a monitor, körülbelül 1 centi. Egy centi vastag körülbelül az egész, tehát kurva vékony. Úgyhogy most akkor az igazság pillanata. Beonoljuk, és akkor mindjárt meglátjuk, hogy kapunk-e képet. Mert ott alul már látom, ott villog, hogy kap áramot, és megvillant. És HDMI Custom Mode, és öcsém, be is jött. És be is onnolta a... Aha, jó van, nagyon szép. Jó, na mindjárt kiderül, hogy milyen a képe, hát ha betört majd a Windows, akkor meglátjuk. Jó, igen, no physical disk, jó, szar le, igen, menjél tovább. Windows indítás. Hát gyerekek, Windows 7, best operation system.eu. Ennyi, kész. Tehát ennél nekem nem kell jobb a Windows 7-nél. Volt 8-am, 8.1-em, 10-em is volt. Mindenem volt, nem kell. Kész. 7, Ultimate, 64 bit. Nagyon jó. És már be is pötyögjük a jelszavamat. Úgy. És itt van. Hát a háttérkép az egy kicsit le van vágva, mert ugye ugye az nem olyan. Tehát ez egy picit le van vágva, mert ez még az előző 22-esemhez jó volt, mert ez 16-10-es háttérkép volt, ami pont jó volt. Ez meg egy kicsit le van vágva, de mindjárt beteszünk neki egy olyan képet, hogy ami jó lesz. Na hát így, hogy előtte ülök, így nem tükröződik. Hát nyilván most a vaku az itt nyomja neki a izét. És akkor nézzük, azt mondja, háttérképek. Hát a háttérképekről van egy külön mappám. Várjál, ezt nem lehet így, hogy kitöltöm, és akkor úgy megnézzük, hogy... Várjál, hol van ez? Kitöltés. Na, ó, na ezt szerettem volna. Na, így van, nagyon szép. Nagyon jó, nagyon szép. Nagyon szép. Akkor nézzünk egy Full HD-s képet, ami... Mondjuk egy... Jaj, de szép ez a kép is. Nézd meg, de gyönyörű. Ez Full HD is. Hú, de szép. Egyen meg. Jó, várj, a vakut kikapcsolom, jó? Mert most már az nem kell. Na, csak kikapcsoltam a vakut. Meg egy kicsit rendjebb, megpróbunk rázumolni. Úgy. Rakunk egy-két képet be, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet. Mondjuk egy ilyen világosabb. Oh, így jó lesz, és akkor így kirakom, hogy hívják be diavetítésbe. Ú, de jó néz ki ez a Mustang is, meg ez is ar, nagyon jó. Hopp, itt meg egy... Így fog kinézni a Cségó. Ó, öcsém, ez jó nagy lesz. A Cségóval. Ja, hát ezek még a régi 21.9-es háttérképeim, amiket be... Na, és láthatod, hogy ott a 21.9. És itt a 16.9, hogy alul van még 3 centid, meg fölül van még 3-4 centid. Tehát a 21.9-ed ott van most, ez a 21.9, és láthatod, hogy alul-fölül még van hely neki bőven. Tehát igazából na, kis kamionyok. Alt az a Mercedes, nagyon szép. Ez pedig New York, valahol a 30-as években. Persze, ez meg egy Skyline, ez egy Barracuda, ez meg egy Rokka. Ez meg egy... Ez egy B, mi a pöcs. Ó, de jó ez a kép. Hogy állj meg azt a kutyafáját. Egy Bel Air volt az előző képen.
Nézd meg, hogy vinnyog. Tetszik hallani, hogy vinnyog? A kurva anyját. Nem jó neki. Sír, vinnyog. Ó, nagyon jó, gyerekek. Nagyon szép képek vannak. Ez a Corvette, ez tetszik. Kis BMW. Hát igen, általában nekem ilyen autós képeim vannak. Na! Hát akkor menjünk tovább, és akkor nézzük meg ugye a monitor tudását, amit ő most itt mindjárt meg fog nekünk mondani. Képernyő felbontás, tehát itt van 32 inch LG. Hát nem a sorozat számát mutatja, most nem tudom miért, pedig amúgy az kéne. És akkor egy Full HD felbontásunk van. És 60 Hz-en megy. Mindjárt megmondja nekünk. 59 Hz. De várja már. Micsoda, jó sok minden van. 59, 60 Hz. Na, átraktam azért 60 Hz-re. Hát most, Istenem, már ne, gyárilag 59-re állította be, de amúgy 60 Hz-es a monitor. Úgyhogy ennyi. És akkor nézzünk, hát nézzük még egy netet. Hát igen, azért ez jó. Azért ez nem, hopp, ha hasz nem nyitom meg. Várjál még egy, beállítunk valami háttérképet. Hú, de ég a belem, kajálnom kéne valamit, reggelizni. Baby, I'm faded. Azt nézd meg, de szépek. Végre ezek a képek jók hozzá. Ezek a Full HD-s képek. Nagyon jó. Várjál, ezt nézzük meg. Á, nagyon jó, öcsém. Nagyon jó, nagyon jók lesznek ezek a képek. Na, mi van még itt? Ebből is van Full HD-s. Úgyhogy be is teszem. Nézd meg. Jaj, de szép. Jaj, de jó. Ú, de jó. Nagyon jó. Nagyon jó, gyerekek, nagyon szép. Jó van, hát figyelj, én azt mondom, hogy teszteljük még pár napot, aztán majd lövök fel nyilván arról is egy vidit, hogy akkor mire sikerült jutnom el ezzel a 32-essel, de egyenlőre nagyon tetszik, és tényleg nem látsz sok különbséget. Tehát ugye hozzá voltam szokva nagyon a 34-eshez, a hatalmas felülethez, és ez is egy hatalmas felület. Tehát én most itt ülök tőle egy jó méter, hát kb. Egy méterre vagyok tőle, és nagyon jó így a képe. Nyilván közelebb lennék, akkor úgy nagyon látnám a izé pixelt, meg ilyenek. Nem tudom. Ugye a Full HD miatt ilyen hatalmas felületen, de szerintem így ebben a távolságban egy ilyen jó 70-80 centire úgy se látsz semmit. Hát ugye most használtam pár napig ezt a 22-est, ez egy Dell 22-es. Hát ezután ez a nagy bazi 32-es, ez tényleg egy felüdülés most. Úgyhogy nagyon jó, nagyon tetszik egyenlőre, mindenképpen. Ja igen, funkciók, hát meg sem mutattam. Ugye alul van a csöcs. Megnyomjuk, és akkor bejön a menü. És akkor itt az input közül tudsz választani, hogy igen, HDMI van. Ja igen, ott az a kis világító, kis fos, az neki a bekapcsoló jelzője. Az a kis fehér, hát ez egy kis pici fehér, tehát igazából az csak annyi, hogy az ott világít neked. Jaj, véletlenül kikapcsoltam, várja, mindjárt visszakapcsoljuk. Igen. Picture mode. Na ez, figyelj, custom, ugye ez a gyári. Reader 2, fotó. Hopp, még megélinkült. Jaj, de szép. Cinema. Ugye ez a régi LG-nél. Color weakness, színszegénység, és játékos üzemmód. Ó, de szép telt színek vannak. Nézd meg, ez a custom. Hát igazából a game üzemmódba rárak egy ilyen kis kékesítést. A readerbe ugye hát egy teljesen elsárgítja. Ez is ilyen sárgítós. A fotó az nagyon szép élénk, azt használtam játék közben. Mindig a fotó üzemmódot használtam játék közben. A cinema, hát amúgy, ami gyárilag úgy én ezt használtam mindig. Color weakness, azt nem fogom sose használni, mert szarul néz ki. És ugye a játék üzemmód, meg ugye van ez a custom. Hát szerintem játékra mindenképpen a fotó üzemmódot fogjuk használni, ez egyértelmű. Mi van még itt a menüben?
Azt mondja, hogy kontraszt, brightness, volume, hát ugye van beépített hangszóró, de hát azt ne használjátok, mert az lényegtelen, tehát az igazából picture mode, igen, general, power LED, az ugye mutatja, hogy a power LED be legyen kapcsolva, vagy ne legyen bekapcsolva, OSD lock és reset settings, hát igazából ennyi van, ugyanaz szinte a menüje, mint a 34-esemnek, tehát igazából semmi, szinte semmi különbség nincsen közte. Úgyhogy igazából ennyi. Hát mindenképpen még majd lövök fel egy videót, tesztelem még pár napig, és akkor majd jelentkezek mindenképpen. Úgyhogy én megköszönöm nektek a figyelmet, és ha lenne valami kérdés, óhaj, sóhaj, akkor hozzászólásban nyugodtan tegyétek fel. Ha pedig tetszett a videó, nyomjatok egy pacsit, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljátok, és mondjátok el a véleményeteket mindenképp hozzászólásban. Én pedig köszöntöm szépen még egyszer a figyelmet nektek, én Magfő voltam, sziasztok!